Homradio.hu, köszöntöm a kedves hallgatókat. Itt van velünk Somi Magdolna, aki ugye azon kívül, hogy a Napkelt Központot vezeti, ő azért benne van egy elég komoly műveletben, egy atlax profilax specialista, és itt lesz a kollégája is ma a telefon végén, ő pedig Gácser Attila lesz, aki szintén az atlax profilaxra specializálódott. Már is megkérdezem Somi Magdolnát, hogy pontosan ma miről is lesz szó, miről beszélgetünk ma? Csókolom. Jó napot kívánok, és nagyon sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Örülök, hogy megint néhány olyan információt adhatok át önöknek, ami rendkívül különleges az országunkban. 2 évvel ezelőtt találkoztam egy svájci módszerrel, amely módszernek a neve Atlas Profilax. Ennek az alapítója Sümperdi úr, egy svájci hormonsznok, természetgyógyász, biomechanikémérnök, aki 20 évvel ezelőtt lejegyezte, hogy az emberiség történetében, életében, évszázadokon keresztül nyomon kísérhethető az, hogy az egyes nyaki csigolyán nincs a helyén. Ezt egészségi problémáival támasztotta alá, majd hosszú éveken keresztül vizsgálatokat folytatott, miszerint ezt be is bizonyította, és végül aztán Európában elfogadtatta ezt a módszert, szabadalom lett belőle, és mi ezt 2 éve ismertük meg. Én nagyon örültem, hogy egy olyan módszert tudok behozni Magyarországra, amely az emberek egészségét oly módon segíti, hogy megelőzi az egészség károsító problémákat, hiszen a szervezetnek az öngyógyító folyamatait ezáltal segítjük, hogy az atlas cigolyát helyére segítjük, és így az energetikai rendszerünk, a nyírokrendszer, keringési rendszer, emésztőrendszer és tulajdonképpen a teljes meridián rendszer jobban kezd működni, és a test kevésbé fárad el, lelassul az öregedési folyama, kellemes, egészséges életminőséget kap az illető. Hogy erről egy kicsit bővebben hallhassanak, én szakavatott kollégámnak szeretném átadni a telefont, illetve a mikrofont, akiről hagyd mondjam el, hogy nagyon hosszú ideig dolgozott az Orfiban, nagyon-nagyon sok betegen próbáltak segíteni, orvosi gyógymasszőr, és nagyon-nagyon komoly hozzáértéssel segíti az emberek gyógyulását, regenerációját, és ez bizony elmondanám, hogy nagyon-nagyon fontos a korrekciót követően az, hogy a testet így módon is segítsük. Attila kollégámat is hallgassák meg, hogy az ő szakmai szemszögéből miért fontos ezt a korrekciót elvégezni. Üdvözlöm a kedves hallgatókat is, Gácsér Attilának hívnak, és mi a Magdival végezzük ezt a korrekciót itt a központban, illetve az ország egyéb területén. Tehát visszakanyarodva ez az előző témához, ami egy nagyon fontos dolog elmondani erről, hogy miért a korunknak ez a problémája, illetve miért van ez a degeneráció egyre jobban előtérben, és miért kell ezt ennyire vizsgálni, miért kell ezt ennyire megtalálni erre a megoldást. A mai életben nagyon-nagyon sokunk feszült életet él. A stressz, ez a rohanó világ, ez a rengeteg információ az ember számára egy sokkal feszültebb életet eredményez, és ezáltal az izmok, ami nagyon fontos, sokkal többet vannak begörcsölve, feszült állapotukban. És ez még jobban hozzásegíti ahhoz a testet, hogy ne legyen egyensúlyban, ne legyen energiával teli, mert természetesen, ami túl van feszülve, ott bizonyos blokkok vannak, tünetek vannak, amik nem biztos, hogy kellemesek. És az atlaszhoz visszatérve, nagyon-nagyon fontos, mert az atlasz feszült mok, illetve feszült szalagok tartják rendeletes helyén, és ezáltal van egy speciális módszer, amit mi végzünk a Magdival, és ezzel nagyon szépen tudjuk ezt a, úgymond ez egy ilyen blokkot oldani, illetve ezt a korrekciót elvégezni. És ehhez szervesen tartozik az, hogy a hozzátartozó izomtömegek, mert itt izomtömegekről beszélhetünk, folyamatosan felszabadulnak. Természetesen nagyon fontos utána, hogy akit megkezeltünk, hogy élj tovább az életét, masszázsra jár, kicsit lazít, mi ellátjuk őt sokfajta tanáccsal, tehát nem engedjük el a kezét onnastól kezdve, ahogy mi korrigáltuk az atlaszát, hanem kiegészítjük egyéb terápiákkal, illetve kiegészítjük olyan információkkal, életmód tanácsokkal, amiket használni tud a jövőben. Ezek nagyon egyszerű dolgok, mindenki által könnyen elvégezhetőek, tehát a lényeg az egyszerűség, illetve az, hogy minél többet megértsen ebből, akit kezeltünk az atlasz után. Mennyire jellemző ez, hogy
mondjuk 30 évesek foglalkoznak egyáltalán, vagy a fiatalok, tehát egyáltalán honnan lehet ezt tudni, hogy ebben érdemes esetleg önöket megkeresni. A másik nagyon fontos kérdésem, arra is majd térjünk azért rá, ugye a legfontosabb az, hogy az ember hall valamit, persze jól hangzik, tetszik is neki, szereti is esetleg, vagy szeretné ezt a szolgáltatást igénybe venni, viszont ugye mindig az van, hogy mivel nem hallottunk róla, nem tudjuk ezt pontosan mi, ugye főleg a mi generációnk azért nézelődik az interneten, elolvasva lát mindent, de mondja már, ez fájdalmas ez a beavatkozás, mert sokan ugye azért nem mennek el, mert azt gondolják, hogy ez valami, mint a csontkovácsnál, hogy nagyon megkínozzák mondjuk őket. Első kérdésére válaszolva, nagyon fontos 30 év alatt is, sőt, talán a prevenció, a megelőzés szempontjából még fontosabb, mert már a kialakult tüneteket mindig sokkal nehezebb kezelni, mint megelőzni valamit. És ez egy teljesen új dolog még Magyarországon, a megelőzés szó is, nem sok helyen divatos, sok helyen mi próbálunk úttörők lenni ezen az úton, hogy ez divattá váljon, ugyanúgy, mint a egyéb dolgok, ezeket most nem nevezném meg. Viszont nagyon-nagyon fontos a prevenció megelőzés szempontjából is, de már kialakult betegségeknél is, tehát nevezhetjük kialakult betegségnek egy komoly migrént, nevezhetünk egy tartós gerincelváltozást, egy degeneratív gerincelváltozást, rá kell nézni a mai fiatalságra, görbe hátak, lógó fej, csípők, tehát a csámpás behajlított lábak, ez mind-mind az oka az atlasz kificamodott helyzet, tehát kicsit szét kell nézni. A második kérdésre a válasz nyilvánvaló, ezért is mondtam, hogy izomtömeggel dolgozunk, és nem a csigolyát bántjuk, és semmilyen hirtelen mozdulatokat nem végzünk, nem egy hideg helyrelántásról van szó. Egy nagyon speciális géppel csináljuk ezt a korrekciót, és izmot lazítunk. Természetesen nyakizmokban, hogyha mindenki a üvegkújjával egy picit a saját nyakában az izmokhoz hozzányúl, lehet érezni, hogy egy picit fájdalmas. Enyhe fájdalomról van szó, nem egy éles fájdalomról, és ezt is mi nagyon finoman és könnyen csináljuk meg. Ezt egyszer kell egy életben megcsinálni, tehát ezt nem kell többször. Mi lenne az a dolog, amikor az ember azt mondja, hogy na, akkor most érdemes önöket felhívni? Olyan problémáknál, ahol az egyéb terápiák már nem bizonyítottak, nem alkalmazhatóak, amikor egy olyan típusú fejfájásunk, egy olyan típusú kóros nyaktartásunk, vagy egy olyan beállt hátfájásunk van, ahol a masszőrök már nem tudnak segíteni, ahol a csontkovács nem tud már segíteni, mert mindig visszatérő és megújuló problémáról beszélhetünk. Ilyenkor az okot célszerű megkeresni, és ebben az esetben, ha ilyen jellegű tünetek vannak, általában az atlasz kificamodott helyzete maga az ok. Tehát ez egy oki korrekció, mi ebben próbálunk ugye segíteni, és az eddigi tapasztalataink beszélnek, nem mi állítunk valamit, hanem az eddigi tapasztalataink szoktak erről beszélni. És ezek a tapasztalatok, a visszajelzések nekünk nagyon fontosak, mert ebből tudunk egyáltalán mi is tapasztalatokról beszélni. Rendkívül jó tapasztalataink vannak, kiemeltem problémáknál, tehát tartós fejfájás, szédülés, migrénes rohamok, bizonytalanság, befeszült hátizmok, befeszült tarkótáji fájdalmak, derékfájdalmak, csípőfájdalmak, görbetestartás, ferdélléző fej, csámpás láb. Igen, itt azért gondolom egy pár magukra ismertek, úgyhogy én már gyorsan itt be is tolnám akkor az elérhetőséget, hogy ezt azért mindenki tekintse meg, nézze meg a hallottakat, akár leírva is, ugyanis a www.napkeretközpont.hu-n, amiről most itt éppen Attila beszél, ha nem is ennyire részletesen, de mindenféleképpen lehet róla találni információt, illetve a legfontosabb az, hogy itt akár már azt el lehet érni, hogy itt egy telefonszám, ugye, ami le van adva, ez a 30-as 577 88 52-es mobilszám, vagy akár a 66 644 063-as számon fel lehet nyugodtan hívni az egészségközpontot, és ha valakinek ilyen problémái vannak, akkor szerintem érdemes odafigyelni erre a dologra. Vagy ahogy Attilától hallhatták, vagy hallhattuk, azért nagyon fontos az is, hogy előzzük inkább ezt meg. De gondolom azért Attila, azt mondhatjuk, hogy az elég sokat ülő emberek, akik ugye irodában dolgoznak, és tényleg mondjuk 10-12 órát ülnek a gép előtt, vagy mondjuk a nagyon-nagyon komoly terhelés alatt álló fizikai munkát végző fiatalok, vagy fiatalabb emberek, gondolom, hogyha azért meglátogatják önöket, az egyáltalán nem árt nekik. Így van, az nem árt. És önnek nagyon szívesen segítünk több információ adásában is a központban. Ha nem is feltétlen szánja el valaki magát elsőre a korrekció mellett, informálódni szeretne, több információt szeretne ezzel kapcsolatban kapni tőlük. Írásos, szóbeli anyagokkal állunk rendelkezésre, és egy kellemes
Te amellett mi leülve bármikor nagyon szívesen állunk rendelkezésre, és ezt több szemszögből, több kérdésre válaszolva, akár egyénre szakba is ugye próbáljuk azt segíteni, hogy aki hozzánk betér, az mindenféleképpen egy személyre szabott dologgal találkozzon, ugye, és ez nagyon fontos, mert mindenek saját személyes problémáival keresnek meg minket, és ugye mi azért vagyunk, hogy ezzel a személyes problémával foglalkozunk, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez a fajta kölcsönös bizalom, ez már sokszor is és a korrekt információ adás erről a dologról általában azért elég meggyőző így. Attila, nagyon szépen köszönöm, nagyon informatív volt ez a beszélgetés. Szerintem jó páran elgondolkodnak most azon, vagy nézegetik magukat a tükörbe, jelen pillanatban, hogy görbéke vagy csempesek-e. Vannak olyan dolgok, amiről nem beszélnek az emberek. Most már ez is megtörtént. Tehát akkor ez az Atlas Profilax gyakorlatilag tényleg egy kellemes közérzetet biztosít, illetve megtalál olyan problémákat, amiket az ember nem is sejteni, hogy ez miatt van. Somi Magdolnát és Gácser Attilát hallhatták a Home Radio hallgatói. Magdolna, én köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltak most is. Nagyon-nagyon szívesen mindenkit üdvözlök a rádióhallgatókat, és várjuk őket sok-sok szeretettel. Viszont hallásra, jövő napra találkozunk. Minden jót kívánok!